Az 1980-as évekre Romániában szinte megdönthetetlennek tűnik a kommunista diktatúra. Ceausescu kialakította elnyomó rendszerét. A diktatúra legfontosabb bázisa a Securitate. Hatalmas apparátus figyeli meg az ország lakosságát. Kolozsváron, a Szamos partjára épült ősi magyar városban is a legkülönbözőbb eszközökkel próbálják megtörni a nemzeti összetartást. A Securitate a fűtéren álló Szent Mihály templom plébániájának emeletén rendezkedik be. A titkos rendőrség behatol az otthonok négy fala közé, lehallgató készülékekkel és ügynökökkel figyelik az emberek legszemélyesebb életét. Titokban készített megfigyelési fotókkal dokumentálják, ki kivel találkozik, ki hova megy. Tőkés István, teológiai professzor, egyik legfontosabb feladatának tartotta, hogy írásaiban beszámoljon az egyház elnyomásáról és a magyarság helyzetéről, és így hírt adjon Nyugat-Európának. 8 gyermekével is próbálták zsarolni, de nem tudták megtörni. Ezért a Securitate célkeresztjébe került. Kolozsvár születtem református lelkész családban, 8-an voltunk testvérek. Édesapám teológiai professzor volt, a gyereknevelése nagyon kevés ideje volt. Ez a feladat édesanyámra hárult. Édesanyám a gyerek vállalást és nevelést hivatásnak tekintette, és nagy szeretettel és odaadással, tiszta lélekkel végezte. Mivel papi gyerekek voltunk, abban az időben nehezen érvényesülhettünk, de mindegyik önnek sikerült egyetemre bejutnia. Én fogorvosit végeztem, és Szilágysomlyón kezdtem a pályafutásom. 4 év után Szilágysomlyón férhez mentem, és Dézsre kerültem, közelebb Kolozsvárhoz. 85-ben, mikor dézsi fogorvos voltam, 2 gyermeknek az anyja, elválló félben, akkor Dézsre ingáztam. László öcsém szintén Dézsen volt segédlelkész, akkor felfüggesztették az állásából, és ülősztrájkot hirdetett a református püspökségnek az udvarán, és ott volt egy Barta Tibor nevezető fiatalember, aki kiállt László mellett nagy bátorsággal. És akkor valahogy úgy került az ismeretségi körünkbe, hogy ez egy különleges, bátor, nagyon jó magyar ember. Én voltam a vasúti poliklinikán orvos, és vele szemben van egy épület, a városi poliklinika és kórház, ahol Barta Tibor volt ortopéd orvos. Egy délutáni vonatozásnál felült a vonatra, és mellém ült. És mondta, hogy ő már ismer engem. Úgy kezdődött, hogy mindig ő jelent meg. Tehát furcsáltam, hogy 2 gyerekes anya vagyok, és valaki udvarol. És mindenki mondta, hogy hát milyen szerencsés nő vagy, hogy hát egy 2 gyerekes anyának udvarol egy ilyen remek ember. És valahogy még hízelgett is nekem, de azért idegenkedve fogadta. És akkor ez volt 85 tavaszán, és ő mindig ott volt a nyomomba, mintha vigyázott volna rám. 1985. június 6. Szigorúan titkos. Június 1-én a Forrás találkozott Tőkés Volt Mildeszterrel, akitől teljes diszkréció mellett a következőket tudta meg. 1980-83 között Tőkés József, kolozsvári lakos, Kulin Miklóssal magyar nyelven leveleket írtak és írógépen sokszorosítottak, melyeket elküldtek az ország több városába. Fölhívták az emberek figyelmét, hogy nemzetiségi jogaikat megsértették, a magyar nyelvű iskolákat és óvodákat a román nyelvűekkel összeolvasztják, a művészeti intézetek, színházak, operák létét veszély fenyegeti. A kezdeményezés Tőkés József mérnöktől származik, akihez csatlakoztak testvérei Anna és Eszter. Noha Tőkés Eszter nem említette apja István és testvére Tőkés László nevét, ezek biztosan érintettek, ugyanis a Tőkés család nagyon egységes, és semmit nem tesz anélkül, hogy a többiek ne tudnának róla. Tőkés Eszter azt is elmondta a Forrásnak, hogy lánytestvéremnek személyes megőrzésre több változatot adtak át egy cigarettás dobozban. A cigarettás dobozból kivettek néhány szál cigarettát, és helyükre apró röpcédulákat raktak be.
Anna cigarettás dobozt eldugta a kórházban, a saját szekrényében. Házkutatás esetén letagadja, hogy az ő tulajdonát képezi a doboz. Lementünk a tengerre a két gyerekkel, és akkor minden testvéremet vitték a szekuritátért a naponta kihallgatások, kivéve engem. Tehát ez is már gyanús kellett volna legyen, hogy miért mentem a tengerre, mert akkor nem engedtek sehová sem minket. És a tengerről minden nap ez a Barta Tibor oda rakott, hogy hívjam fel a szülémet, és kérdezzem meg, hogy vannak a testvéreim. Tehát én minden nap megtudtam, hogy mi történt Kolozsvárt, és utólag, hogy megkaptuk a szekus dossziét, minden nap párhuzamosan, tehát ő jelentett. Az utóbbi időben Sztelián Forrás folyamatos beszélgetéseket folytatott Tőkés Eszter fogorvossal, akitől a következőket tudta meg. Tőkés József különböző forrásokon keresztül anyagokat juttat ki az országból Szabad Európa Rádiónak, melyeket azután leadnak az adásban. Tőkés Erzsébetnek nagyon sok külföldi kapcsolata van, és az ő hálózatán keresztül sok anyag kerül ki az országból. Erzsébet mélyen nacionalista érzelmű, minden kis dologból be akarja bizonyítani, hogy a magyarokat üldözik. Tőkés András elmondta lány testvérének, hogy egy marosvásárhelyi szekuritátés tiszt jelezte, hogy el fogják vinni. Nyugtalan, fél, hogy el fogják távolítani a tanügyből, annak ellenére, hogy megvan a szükséges fokozata és véglegesítve van. Szigorúan titkos. Az 1985. szeptember 13-i találkozón Sztelián Forrás a következőkről számolt be. Tőkés László újra összeállította a Génovai Világszövetség számára készített anyagot, melyet a Securitate elvitt és másik három anyaggal együtt szándékában áll nyugatra juttatni. Ennek érdekében ezeket az anyagokat átadta testvérének, Eszternek, akinek lakása nagyobb biztonságot nyújt. 1985. október 6-án Tőkés Eszter átadta ezeket az anyagokat a Forrásnak, és arra kérte őt, hogy rejts el valahol, mert fél az esetleges házkutatástól. Megállapodtunk, hogy a Forrás átadja nekünk az anyagot, másképp Eszter hajlandó lenne visszaadni testvérének, mi meg elvesztenénk az ellenőrzést. Abban az esetben, ha valaki ki akarná juttatni az anyagot az országból, akkor a Forrás visszaadja, hogy később a határátkelő helyen azokat hivatalosan visszaszerezzük. Megkérte a kezemet, és apám áldását adta rá. Ez volt szeptemberben, és októberben kitűzték az esküvőt. Az esküvő is nagyon furcsa körülmények közt zajlott le, náluk volt fent a kerekdombon. László már akkor nem volt dézsi lelkész, és azt tudtuk, hogy az egész utca körbe volt véve szekuritátés emberekkel, és utólag tudjuk, hogy erről az esküvőről végig jelentett Sztelián. 1985. október 26-án tartották nevezett Tőkés Eszter esküvője alkalmából a fogadást, mint a jövendő férszüleinek házánál rendezte. Az esküvőn csak pár közeli rokon vett részt. Külföldről csak a Kolozsvárról emigrált, budapesti Gál Judit érkezett. Semmiféle tilos politikai beszélgetés nem hangzott el. Az esküvő hangulata visszafogott volt, mert Gál Judit bejelentett, hogy a határon megmondozták. A családnak nagyon nagy örömére szolgált ez az esküvő. Végre két gyerekes anya férhez ment, mert az első házasságomat ellenezték, ezt erre áldását adták, és olyan aranyembernek volt elismerve az egész városban, hogy nem lehetett volna azt mondani, hogy vele baj van, hanem akkor rögtön én velem lett volna baj. Vagy idegileg vagyok beteg, mert ilyesmit is mondott, ami félelmetes, hogy hát éjszaka járkálok, nem tudom, hogy mit csinálok. Tehát gondolom, volt egy forgatókönyv arra is, hogyha én őt rajta észreveszek valamit, akkor azt fogja mondani, hogy velem van baj. Orvosi pályája mellett
orgonista is volt, és nagyon sok orgona koncertet tartott, mindig sok meghívott jelentkezett a katolikus templomban, orgonált, kántorkodott. Kolozsvárt egy nagyon-nagyon elismert személyiség volt, úgy mondták, hogy ő a szürk eminenciás, és ezért mindenki felnézett rá. Az biztos lehetetlen lett volna, hogy bármit is, amit én észreveszek, hogy én ezt ebből valamit is felfedjek, és azt mondom, hogy igenis ez az ember nem az, aki. Annyiszor gondolkozom, hogy hogy történhetett, hogy tényleg nap mint nap vele vagyok, és nem veszem észre. Tehát én magamat okolom, hogy én nem vettem észre, de hát nem vett észre az az okos apám tapasztalt, vagy László, aki behozta a házban, vagy a testvéreim, vagy a Dézsi orvos kollégáim, mindenki csodálta. És hogy magyarságát kétségbe vonjuk, az biztos nem. Nem is tevődött fel. A legnagyobb magyar embernek képzeltem László mellett. Mindig elment, tehát vagy zongoraóra, vagy már latinórára járt, már beteglátogatás volt, kajántóra, egyházi programok. Gyanúsak voltak ezek az eltűnések. Mindig 10-re jött haza, és érthetetlen módon keresték vagy a szülei, vagy a betegek, és amit mondta, hogy betegeknél van, pont nem volt a betegeknél. Na, ez feltűnt, és nagyon irritáltan és durván válaszolt, ha rákérdeztél. Egyszer emlékszem, hazajött, és a táskáját valamit meg akartam fogni, hogy kinyissam, és nagyon felháborodott, úgy megfogta a táskát, magához szorította, hogy ne nyissam ki a táskáját. Hát ma gondoltam, hogy hát nem is azért nyúltam volna a táskához. Tehát most utólag gondolom, hogy abban volt egy gép, az a Minox nevű gép, amit a Securitate neki adott. Belügyminisztérium, Kolozs megyei felügyelőség, Securitate, 1/B osztály. Szigorúan titkos. 1986. április 17. Stelian forráson keresztül fotómásolatokat készítettünk azokról az anyagokról, amelyeken Vasilije és apja dolgoznak. Ebből a célból forrásunkat egy Minox készülékkel láttuk el. Utólagos kombinációval begyűjtjük az anyagokat, hogy megelőzzük azoknak titkos nyugatra juttatását. Felelős, Opre Florian ezredes, Ungvári József alezredes. A forrás az általános iránymutatásnak megfelelően elfogadta a meghívást, és elment Tőkés István lakásán. Ja. 1986. március 24. Szigorúan titkos. Stelian forrás a következőket közölte. Tőkés Istvánt megleptem írás közben, aki a következőkről számolt be. Adatokat gyűjt a református egyház helyzetéről az utolsó 20 évben, melyek a politikai és nemzetiségi helyzetet is tükrözni fogják. Mutatott egy vastag dossziét, és elmondta, hogy már 1000 oldalt gépelt le, melyet magam is láttam. Befejezés után külföldre fogja elküldeni az anyagot, hogy tájékoztassa külföldet arról, hogy mi történik Romániában a református egyházzal és a magyarokkal. Figyelmeztettem, hogy veszélyes lehet számára egy ilyen munka megjelentetése. Azt felelte, hogy neve sehol nem fog megjelenni. Senkinek nem adta oda olvasásra. Családtagjai közül csak a felesége tud erről a dolgozatról. A forrástól teljes diszkréciót kért. Én csak azt mondtam, dr. Barta Tibor, aki irántam a végsőgig, miféle udvarias volt, majd mindannyian, és még egy csizmát is adott, ma abban voltam, dillőtt a tevedőmet, ugye, és irántam minden jóságot, amit én írtam, azt ő mind elolvasta, és mondotta, én jobban ismerem az apátok teológiai dolgait, mint amennyit ti, és többet is olvasott, tehát ő tényleg olvasott, és egy értelmes lény volt az egyszer kétségre. Itt hányszor ők velük órák hosszan beszélgettünk, már inkább én beszéltem, mint ő beszélgett, csak nem tudtam, hogy ő ezt tovább viszi, de én egy tökéletes bizalomban voltam iránta, tudja. Én őt úgy tekintettem, hogy egy makulátlan, tiszta, rendes ember, és így viszonyultam hozzá. 1986. március 24. Intézkedés.
Fokozatos elővigyázatossággal szerezze meg egészében vagy részleteiben Tőkés István anyagát, hogy tájékoztatni tudjon minket annak tartalmáról. Legyen figyelmes a továbbiakban is, hogy jelezni tudja az anyag kijuttatásának alakulását. Opre Florian, ezredes. ...1986. június 6-án este Eszter napját ünnepelték lakásában, melyen jelen voltak az idős tőkések. Az est folyamán román vezetés befeketítő ellenséges vicceket meséltek. Elítélően szóltak a belis külpolitikáról. Tőkés István sokat beszélt az egyház szerepéről és a magyarok nemzeti identitásának megőrzéséről. Védőbeszédét nacionalista hangulatban adta elő. Nem tudtam volna semmiféle rosszat feltételezni. Annyi jóságot és őszintességet tanúsított irántam. Nekem iratokat hozott, könyveket adott. Szinte azt mondtam, ő volt az én tájékoztatóm a római katolikus irodalommal kapcsolatosan. Nem tudtam feltételezni ezt. Ezt ő szépen meg tudta játszani. Nem hiszem az én naimságom, nem voltam én az egy turnai ember, de annyira jó játszott, hogy én nem is tételeztem fel semmit. Semmi nyomát nem állt. Mentem külföldre, Németországba, akkor vittem anyagot titokban, vagy ha kellett Dézsről hozni. Tehát mindig valami volt nálam, amit én elrejtettem, mert tudtam, hogy ebből baj lesz, és mikor Németországból hazajöttem, voltak nekem ilyen röpcéduláim, amit ott adtak, hogy a bibliákat, amiket Romániába hoztak, azokat a papírmalomba vitték, és megőrölték, és WC-papírt csináltak belőle. Na és ezt nekünk ez nagyon borzasztó dolognak tűnt, és akkor hazahoztam nagy büszkén, hogy én ezt megmentem. ...1986. augusztus 23-án Tőkés Eszter visszatért Magyarországról. Még aznap mutatott egy A4-es méretű összehajtogatott, nyomtatott szóróanyagot. A fejlét színezált erdélyi magyar sajtóiroda. Az első oldalon Havatő István, kanadai református lelkész áll. A képet WC-papír csíkokkal keretezti. A szórólapot még használaton kívüli vasalóban rejtette el, figyelmeztette a forrást, hogy rajta kívül a rejtekhelyről még senkinek sem beszélt. Te vagy az egyetlen személy, akinek megmutattam, mondta. A forrás felhívta figyelmét, mekkora veszélyt vállalt az anyag behozatalával, mire ő a következőt válaszolta. Valakinek kockáztatni kell. Telián forrás Tőkés Eszter jelenlétének hiányában szétszerelte a vasalót és elhozta a szóróanyagot átadva nekünk másolásra. Feladatok. Az informátort utasítottuk, hogy vegye rá Tőkés Esztert, hogy semmisítse meg a szórólapot és hogy nem mutassa meg senkinek sem. Ha házkutatásra kerülne sor, felfednénk az informátor kilétét, mivel csak ő tudja, hogy Eszter azt a vasalóba rejtette. Tudja meg, hogy nem mutatta-e meg másoknak. Előterjesztjük a Securitate vezetőinek, hogy döntést hozzon az Eszter által terjesztett szórólap bűncselekményének dokumentálására. Azonnal értesítsen az informátor, ha László küld valakit, hogy elvigye az anyagokat. Állapítsa meg a személy kilétét, és hogy mi miképpen tudjuk azonosítani. Tudjon meg más adatokat is Tőkés István és felesége külföldi tevékenységéről, és a Tőkés család külföldi útja alatti Románia elleni más cselekedeteiről.
1986. október 15-én Tőkés István és felesége visszatértek külföldről. Este közös vacsora volt, melyen jelen voltak a gyerekek. László, Erzsébet, Anna, József és Zsolt. Eszter csak a végére érkezett. Tőkés mindannyiuknak hozott ajándékot, de nem jelentőset. Elmondta, hogy interjút adott valamelyik amerikai tévéadónak, amelyet már le is adtak, a romániai református egyház és a magyar kisebbség helyzetéről. Tőkés László megkérte a Forrást, hogy állítson össze egy anyagot a romániai katolikus egyházról, a Vatikánnal való kapcsolatról, valamint a csángóknál levő paphiányról, mivel a Forrás római katolikus vallású és jól ismeri a papi környezetet. Ezeket az adatokat egy hosszabb tanulmányban akarja felhasználni. Az idős Tőkés házaspár külföldi útjáról hozott a Forrásnak egy hivatalos meghívót a Művelődésügyi Minisztériumtól, hogy a Forrás 2-3 alkalommal orgonahangversenyt adjon Budapesten. A meghívóban jelezték, hogy fedezni fogják magyarországi tartózkodásának minden költségét. Megjegyzés. Jelenteni fogjuk az egyes számú igazgatóságnak, és mérlegelni fogjuk a Forrás Magyarországra való küldésének célszerűségét. Mivel a Forrás nem hivatásos orgonaművész, hivatalosan nem utazhat. Ha mint turista utazna, nem adhat koncertet. De akkor nehéz lenne megindokolni a koncertek elmaradását. Szigorúan titkos. 1987. augusztus 28-án Tőkés Erzsébet vacsorát adott, melyre meghívta Komjáti Aladár református lelkészt és Balog Miklós képzőművészt Magyarországról, valamint Kallós Zoltán néprajzost. Kallós Zoltán részletesen beszélt a csángók elrománosításáról és üldözéséről. Sok példát említett és statisztikai adatokat is használt. Elmondta, hogy még az óvodásoknak is megtiltják, hogy az úgynevezett cigány nyelven beszéljenek, ahogy azon a vidéken csúfolják a csángók hétköznapi magyar nyelvét. Sokat beszélt a vallásüldözésről, a szabad mozgás korlátozásról és az idegenek belépési tilalmáról. A milícia mindent figyelemmel kísér, és azonnal büntetéseket rendel el. Az anyakönyvezésnél az újszülött teljes nevét románosítani kell. Genocídiumnak, népirtásnak minősítette, ami ott történik. Balog Miklós említette, hogy Szamosújvár mellett, Szentmárton községben a milícia megállította őket és bevitték az őrsre. Azt akarták tudni, hogy mit keres Szentmártonban. Megfenyegették őket, és kiutasították a faluból. Tőkés Erzsébet a beszélgetés alatt újra és újra egyik ablaktól a másikhoz ment, hogy meggyőződjék, nem figyelik-e őket. Azért esett a választás az ő lakására, mert nincs telefonja, ezért nyíltabban lehet beszélgetni. Én nem hittem volna, hogy az 500 szekus oldalamból Tibor 250-nel megtisztelt, tehát nem éreztem azt, hogy ennyire a figyelmének a középpontjában vagyok, tehát majdnem boldog vagyok, hogy engem is bevett a megfigyeltek seregébe, hogy nem tartott annyira jelentéktelennek, hogy rólam csak pár sor erejéig emlékezett volna meg, de ha arra gondolok, hogy a 7 éves fiamról is jelentett, tehát hogy az udvarban mit beszélnek a gyermekek, Bálint fiamról is szól a jelentés, akkor ténylegesen se haragudni nem lehet rá, csak undorodni. Szigorúan titkos. 1988. december 12-i találkozón a Forrás újra beszélgetést kezdeményezett Eszterrel a kiáltó szó szamizdat anyagról. A Forrás azt mondta neki, hogy apja íróasztalán véletlenül egy azonos színű anyagot látott. Tőkés Eszter azt válaszolta, nem kizárt. Én azonban nem láttam, de apám azt mondta a családnak, hogy a házban van egy olyan anyag, melyet ha megtalálnának nálunk, akkor börtönbe mennénk. Tehát olyan voltunk, mint egy akvárium. Tehát ki voltunk állítva. Még a legbensőbb gondolataidat is jelentette. Szigorúan titkos.
1988. december 20-án Tőkés István családjában Tőkés Erzsébet születésnapját ünnepelték. Összesen 19 személy jelent meg, többek között az összes gyerekük, menyük, vejük és unokáik. Nem folytattak érdemleges beszélgetést. Tőkés István azonban többször elvonult fiával, Tőkés Lászlóval a szoba egyik sarkába, és suttogva beszélgettek. A forrásnak sikerült egy töredéket elkapni a beszélgetésből. Tőkés István azt mondta fiának, Lászlónak, ha téged elítélnek, 4-5 évnél többet nem adhatnak. Külföld fel lesz háborodva, és kénytelenek lesznek szabadlábra helyezni. A jelentést a többi információ vonatkozásában dolgozzuk fel. A begyújtott anyagok megfejtése után azok tartalmának függvényében teszünk intézkedéseket. Már szorult a hurok, ez 89-ben volt, és édesapámat megint csak egy interjút vettek édesapámtól, hogy elmondja az itteni helyzetet, hogy a fia milyen állapotban van, és hogy hát segítséget kérünk. És hogy hát ne legyen gyanús, hogy az ő lakásában, ne ismerjék fel a hátteret, hogy hol veszik fel, mert akkor következtethetnek. Az itteni fürdőszobánkra a WC-re tettünk egy széket, és gondoltuk, hogy csempe az mindenhol van, az interjút ott készítettek édesapámmal. Akik az urban bíznak, azoknak ereje megújul, futnak és nem fáradnak el, járnak és nem langadnak meg. Tőkés Eszternek újra tulajdonában van egy kazetta. A forrásnak elmondta, nem akarta, hogy tudomást szerezzen a kazettáról, mert nem szerette volna belekeverni az ügybe, ha a Securitate házkutatást tartana náluk. A forrás megfedte őt, hogy még azt sem árulta el, hogy kinek ajánlotta fel, hogy anyagot készít a Kossuth Rádiónak. Tőkés Eszter bocsánatot kért, azzal indokolva a fentieket, hogy csak az említett ok miatt nem mondta. Azután közölte, hogy az illető személy Részeg Benedek, az Állami Hangversenyzenekar zenésze, aki az elmúlt napokban volt náluk a lakáson. A forrás megállapította, hogy Tőkés Eszternek még van 2 üres kazettája, melyekre felvételeket fognak felvenni a legközelebbi alkalommal. A forrás azonnal jelezni fogja, ha valakinek átadják a kazettákat, hogy megelőzhessük azok kivitelét az országból. A forrást részletesen eligazítottuk, hogy befolyásolja Tőkés Esztert, hogy hagyjon fel az ilyen jellegű cselekedeteivel. A forrás a találkozás után egy órával átadta a kazettát, melyet szerveink lemásolnak. Az interjú nacionalista hangnemben készült, mint minden más Tőkés István által készített anyag. Részeg Benedeket feldolgozás alatt tartjuk, és már figyelmeztettük. Az adatokat megküldjük az egyes számú igazgatóságnak Bukarestbe. Opre Florian, ezredes. '89 tavasszán konfirmált a kislányom, és erre egy ilyen nagy családi ünnepséget rendeztünk. Összegyűlt az egész család, aki itthon volt, és Stélián is nagyon nagy hajlandóságot mutatott, hogy ő is részt vesz, és sőt, meghívja az első férjemet, és itt mindenkit kell legyen. Igen? Minden. Mivel a kétágú templomban történt ez a konfirmálás, az a Hóstáti negyednek volt a temploma, és a Hóstátnak, eznek a Kolozsvár magyar lakta külvárosának volt egy népviselete, egy gyönyörű, szép, fekete-fehér népviselet, és hogy a hóstátiak felé legyen egy gesztus, elhatároztuk, hogy hóstáti ruhában fognak konfirmálni a gyerekek. És akkor ő, mikor hazajött, azt mondta, hogy minek kell ezt csinálni, és megvédtelek a Securitate előtt, mert őt behívták, mondja ő, ha behívták, bejárt, és azt mondtam, hogy hát ez nincsen semmi probléma a magyarsággal, mert csak fekete-fehér, tehát nem piros-fehér, zöld ez a viselet. És akkor még olyan hálás voltam magamban, hogy ő milyen rendes, hogy engem megvéd.
Elmentünk nyáron egy ilyen szelterszi üdülésre az ő ismerőseihez. Nagyon jól éreztük magunkat, és Stélián is ott volt egy éjszaka velünk. Este lementünk a patak végéből, tüzet gyújtottunk, és a falusi néni az énekelt a gyerekekkel a himnuszt, és akkor mondtam azt nagy boldogan, hogy milyen jó itt, mert itt nincs lehallgatókészülék, és itt lehet énekelni a himnuszt. 1989. augusztus 14. Szigorúan titkos. Tőkés Eszter szabadságra ment egy Vlahicához közeli tanyára egy magyar családhoz. Amikor megérkezett oda, két kiskorú gyermekének azt mondta, hogy itt jól fogjátok magatokat érezni, mert nem hallotok majd egyetlen román szót sem. Első naptól kezdve nacionalista oktatásban részesítette őket, hibásan mutatva be Magyarország történetét és a romániai magyarok üldöztetését. Megtanította a gyerekeket a székely himnuszra. Reggel és este együtt énekelte velük ezt az irredenta himnuszt. Figyelmeztettem arra, hogy nem helyes, amit tesz, mire vehemensen vágott vissza. Gyávának és árulónak tartja mindazokat, akik nem osztják véleményét. A gyerekek jelenlétében hangoztatta a magyarok közös harcát a fennálló rezsim elnyomása ellen. Részletesen mesélt a gyerekeknek testvérének, Lászlónak hőstetteiről, akinek volt bátorsága megismertetni külfölddel azokat az üldöztetéseket, melyeknek a magyarok Romániában ki vannak téve. A forrás tulajdonába került egy ellenséges, nacionalista, irredenta tartalmú Tőkés Eszter által írt anyag, nevezett tudomása nélkül, melyet ezennel csatol. Az anyag arra rendeltetett, hogy külföldön a Romániával szembeni ellenséges propagandát szolgálja, és bizonyos kapcsolatokon keresztül kivigyék az országból Gál Juditnak. Intézkedés. Az anyag, melyre a forrás hivatkozik, másolásra került. Csatoljuk a fordítást. A forrást eligazítottuk, hogy folytassa Tőkés Eszter nyugtatását, és azonnal jelentse, ha ez utóbbi átadja valakinek az anyagokat, hogy kijuttassák az országból. Javaslatokat teszünk Tőkés Eszterre vonatkozóan, mivel az utóbbi időben nagyon aktívvá vált nacionalista irredenta vonalon. Én írom a naplomba, hogy elmentem Tiborral a templomba, Tibor vett velem úrvacsorát, és milyen boldog vagyok. Tehát abszolút lelkileg presszionált, mert akkor én ilyenkor ellágyulhattam, és akkor próbált velem azt tenni, amit a Securitate neki elrendel. Hát ő katolikus lévén eljön velem és vesz úrvacsorát, hát ez egy óriási dolog volt. És minden előtte lévő bűnét megbocsátottam biztosan. László már nem jött ki a temesvári parókiáról, mert ha kijött volna, akkor letartóztatják, és hivatták a Securitatéra, nem ment, és így elbarikádozta magát, tehát csak azokat engedték be, akik bizalmi emberek voltak. Szombat-vasárnapra úgy kérte, hogy a családtagja mindig legyen valaki, hogy ha van valami cirkusz a Securitaté részéről, akkor legyenek tanúk. És akkor elhatároztuk, hogy mivel 7 testvére van, akkor minden vasárnap az Isten tiszteletre valaki elmegy. Tehát László nagyon bátran viselkedett, mi mindig csodálkoztunk, mert sokszor reszketett a fogunk, hogy kintről bedobják az ablakát kővel, vagy mi történik, a Securitate döngette az ajtóját, meg ehhez hasonló dolgok, és akkor ő hogy tud itt élni? Mi nekünk az egy óra is sok volt, vagy kettő, és féltünk. És mikor én hazajövök éjszaka 12-kor, akkor ezeket elmondom, nyilvánvaló, hogy a férjednek elmondod, és akkor a dosszié mutatja, hogy reggel 8-kor jelenti. Tehát reggel 8-kor jelentett mindent, amit hallott tőle. Szigorúan titkos. 1989. november 19-én éjszaka 1 óra 30-kor a temesvári gyorsvonattal Tőkés Eszter és testvére Tőkés Zsolt Temesvárra utazott. Aradon leszálltak a vonatról, hogy az állami szerveket megtévesszék, és onnan személyvonattal utaztak tovább, 10 órakor érkeztek Temesvárra. Egyenesen a templomba mentek, ahol részt vettek az istentiszteleten, azután pedig a szolgálati lépcsőn a hívek közé keveredve bejutottak Tőkés László lakásába.
Az Isten tisztelet végén Tőkés László lakásán megjelent a vallásügyi államtitkárság felügyelője, aki megdorgálta Tőkés Istvánt azért, hogy Isten tiszteletet tartott anélkül, hogy megkapta volna az előzetes szükséges engedélyeket. Tőkés László felesége a lehetséges házkutatásra gondolva átadott 10 000 lejt megőrzésre nevezett Tőkés Eszternek. Tőkés László elmondta, hogy fél a provokátoroktól, és ezért jelszó azonosításra épülő rendszert alakít ki. 1989. november 19-e estéjén Tőkés László lakásán bejelentkezett Salamon Rudolf Bécsből. Azért jött, hogy interjút készítsen Tőkés Lászlóval. Tőkés István visszavonult Tőkés Lászlóval egy szobába, ahol elkészítették a felvételt. Megbeszélték, hogy ő viszi Esztert és Zsoltot Kolozsvárra. Indulás előtt Tőkés László és felesége Tőkés Eszternek és Tőkés Zsoltnak élelmiszert adott, mivel lakásuk tele volt a hívek adományaival. Kimegyünk a parókjáról, bőlünk a kocsiba, nem értünk el a sarokig, egy nagy rendőrkocsi fékez, és körbeveszi ezt az osztrák kocsit, hát legalább 10-15 rendőr, és üvöltöztek. Hát éjszaka volt, hát félelmetes volt. Én Zsolt öcsémmel benne a kocsiba, beszól az ablakon, ez a Rádutinu, akit utólag láttam a televízióban, és rám üvöltött, hogy nem szégyeljük magunkat, azt mondja, az öreg szégyelje meg magát, az öreg édesapám, hogy prédikál, de majd megmutatja, hogy a börtönben köt ki. És akkor utána, amikor megdőlt a rendszer, és mutatták a szekusokat a börtönbe csikos ruhával, ott volt Rádutinu kopaszra vágva. Bevittek a temesvári szekuritátéra, külön szobába bevitt egy szekus, és azt mondja, na pakoljam ki a zárut. A másik szobában hallottam Zsolt öcsémnek a hangját, mert őt is kérdezték. Tehát az úgy megnyugtatott, hogy a testvérem ott van, én itt vagyok. És emlékszem, hogy egy nagy bűnöm volt, hogy a táskámban volt egy gyufásdoboz, de ilyen külföldi. Az ilyen nagy dolog volt akkor, hogy nem szégyeljük magunkat, ilyen gyufáink vannak. Volt egy ilyen tiktak cukorka. Az is, hogy hát honnan ez a cukorka? Na, behívta az egyiket, azt mondja, látod, ezek mivel élnek? Banánt esznek? Ilyen cukorkájuk van. Még leukoplaszt is volt, emlékszem, ez a raktapaszt, azt se lehetett kapni. És pénz. És hát mondom, hát ezeket a testvérem küldi a gyerekének. Na, végén addig kérdezősködött, míg azt mondja, hogy hát valljam be, hogy a Zócska piacon voltam. És ott árusította. Mondom, én az Zócska piacon? Én nem voltam az Zócska piacon, én a testvéremnél voltam. Azt mondta, nincs is testvérem itt. Reggel 7-8-ig tartottak, és akkor felültettek egy vonatra, és hazaküldtek Kolozsvára, de rendőri kísérettel. Váradig vitt egy rendőr, úgyhogy látványosan, hogy a kupéban voltak vagy haton, és mindenki nézett minket, hogy mint két gonosztevőt velettünk két rendőr. Akarta menni a WC-re, azt mondta a szekus, hogy csak akkor mehetek, ha ő kísér. Akkor megérkeztünk Kolozsvára, engem bevittek a szekuritátéről, megint előről kezdték, hogy mit keres az a zárónála, csak a végén már nem tudtam mit mondani, már fáradt is voltam, aludtam el, és akkor mondtam, hogy hát mit kerestem a záróval? Voltam Temesvárt, de kellett írni. Temesvárt, vittem a Zócska piacra a zárút, eladtam a lisztet, tojást, banánt, ennyi maradt, és itt a pénz. Olyan mérges lett a szekus, beívta a másikat, és azt mondta, hogy nem szégyellem magamat, hogy most belőlük csúfságot űzök. De mondtam, nem, hát önök mondták, hogy a Zócska piacon voltam, hát akkor ott voltam. 89. decemberében egyfolytában eltűnt itthonról, tehát azelőtt is elment, tehát mindig vagy zongorórája volt, mert orgonált, zongorát tartott ott a Hostát negyedben, külön bérelt szobája volt. Megtörténtik, hogy onnat jelentett. És a végén már látszott rajta, hogy irritált, és azt mondta, hogy nem csinálják jól ezt Lászlóék, nem így kell csinálni, mosdatlanul csinálják, mindig ezt használta, provinciálisan csinálják. És mindig nekem mondta, és valahogy úgy akarta, hogy én ne csodáljam az én testvéremet, hanem ez egy senki házi végül is. Mit akarok? Hogy ki lát, ki fényképez le, ki küld haza, ki utasít el az Isten házából bennünket. Nagyon sok összetűzésem volt a végén már, hogy nagyon csúnyán beszélt édesapámról is, és Lászlóról is. És akkor ilyenkor felálltam, és ott hagytam.
December 16-17-én nagy tömeg gyűlt össze Temesváron a református parókia előtt. László kilakoltatása ellen tiltakoztak. Ő próbálta nyugtatgatni az embereket, de már nem lehetett. Innen a parókia elől indult el a forradalom. '89-ben, mikor már lövöldöztek, mondta azt, hogy vannak listák a magyarsággal kapcsolatban, és majd jönnek a románok, minket összeszednek, és akkor elsősorban minket visznek. És hogy vigyázzunk magunkra, le kell venni az ajtóról a nevet, ne legyen magyar név az ajtómon, és hogy ő megbeszélte egy barátjával, hogy hoz egy dubakocsit, és a legszükségesebb dolgokat vigyük, meneküljünk, mert minket a románok ki fognak nyírni. És erre emlékszem, december volt, és mondom, hát én biztos nem veszem le a nevemet, én nem menekülök. Ő levette a nevét, hát volt miért levegye, mert szekus volt, hát ő féltette a szekus bőrét. Forradalom után egy hétre eltűnt. És akkor egyszer megjelent, és azt mondta, hogy Dézsán volt, és a sebesülteket látta el. És akkor azt mondta, hogy ő mostan jár a Szent Mihály templom plébániájára, mert segít Szíriák kanonoknak, mert foglalják vissza a szobákat a szekuritátétól, mert a felső emelet a Szent Mihály plébánián a szekusoknak volt a megfigyelő helyisége. És akkor ő hazahozott rugós bicskát, parókát, katonai kukkert, mindenfélét, tehát ezzel jelezve, hogy ő ott volt, és meglátta a mi dossziénkat, a Tőkés István dossziéját, a Kányádi Sándor dossziéját, az én dossziémat, de ő ezt mondta, hogy hogy a fiú kezébe ne kerüljön, a fiúk idézőjelbe a szekusok, akkor ők inkább megsemmisítik. És még azt is elmesélte, hogy le vagyok fényképezve fentről az ablakból, egy barátnőmmel lent sétáltam, és hogy kalap van rajtam, és a fedőnevemet is mondta, a fedőnevem Tina. Megdőlt a rendszer, és nyitás történt Magyarország és külföld fele. Ő soha életében nem volt Magyarországon sem, külföldön sem, és kiment látogatóban, és nagyon boldog volt, és úgy jött vissza, hogy hát ez egy más világ, és milyen buták vagyunk, provinciálisak újból, hogy itt maradunk Erdélyben. És ezt nem így kell csinálni, és a magyarságért többet tud ő tenni kint. Ez volt az egyik, ami már minket eltávolított, mert édesapám és László, az itt maradás, a helytállás, és bármilyen körülmények közt itt kell maradni. És akkor mondtam, hogy nekem is vannak barátaim, ha akarod, te is ki fogsz menni tovább képzésre Magyarországra. És tényleg elment tavasszal, de akkor már kezdődtek a vásárhelyi események, tehát a Securitate kezdődött visszarendezkedni, és ő akkor gondolom, hogy gyorsan-gyorsan el akart innen menni, mert nem ment ez a kettőség. Titokba tett el az állampolgársági esküt, azt se mondta nekem. Tehát szépen átcsúszott, nem akart többet visszajönni. '2009-ben szolgáltatták vissza a dossziékat, kezdték édesapámmal, ő a rangidős, és utána László, és visszakaptuk a dossziékat, és egy vasárnap délután volt, emlékszem, Erzsébet nővérem telefonált, hogy Eszter, tudod, hogy ki volt besugó a családban? Hirtelen megijedtem azt, ami valami családtagom, testvérem, és azt mondja, az Télián nevezetű Barta Tibor. Mondom, nem hiszem. És rögtön taxiba ültem, és lementem, és egy-két papír dosszárt idattak, és egyértelművé vált mindent, és akkor kezdtem visszafele pörgetni, feldolgozni az egészet, mert addig csak ennyi volt nekem a férjem, hogy nem ment ez a házasság, végül is nem szeretjük egymást, ő ott marad, én itt maradok, és ennyi. De ezt, hogyha
bárki mondta volna messzire menőleg, megvédtem volna, hogy az nem lehetséges. Tehát ha én nem jövök rá papírról, akkor én soha életemben nem hittem volna. És egy szerda délelőtt szól a telefon, és azt mondja, itt Barta Tibor, románul kezdtem beszélni, mit óhajt? És egy adott pillanatban azt mondja, hogy elég volt a viccből, beszéljünk magyarul. És akkor mondtam, nem, én önnel, Stélián úr, nem beszélek többet. Az én drága anyanyelvemen, én ezután csak a hivatalos román nyelvet használom önnel. Mondom, hogy tudta ön ezt megtenni velünk? De nem baj, én nem haragszom önre, ön el fogja ezt intézni a főnökével, ott fenn, Gyónás útján. Mondom, ez önre tartozik. Nem tagadta. 2009. októberében beadta a vállópert, és ezzel egyidejűleg, mert most már félve attól, hogy tudják a szekus mi volt, tehát 200-300 személynek hamis önigazoló papírt küldött, hamis fejléccel, hamis aláírással, Csendes László aláírás, aki már nem volt akkor igazgató. Erre mi rögtön rájöttünk, és felküldtük Bukarestbe az átvilágító bizottsághoz, és rögtön válasz is jött, hogy ezt nem ők állították ki, az igazolás hamis. Közben kijött a végzés, a bírósági végzés a vállópermen. Indokláskép rámutatnak arra, hogy a felperes 1991-ben elment Magyarországra, onnan nem tért vissza, de idővel az alperes olyan dokumentek birtokába került, amelyik egyértelműen azt mutatja, hogy a felperes Barta Tibor a Securitate informátora volt, és az igaz indok, amely arra késztette, hogy megházasodjon, az volt, hogy az alperes családjába beépüljön, onnan családtagjairól információt gyűjtsön, és utána pedig ezeket a Securitate-nak átadja. 2010. június 10-e bírónő Marcella Oncsika Stanislav, kolozsvári bíróságon kimondott ítélet, fellebbezés nélkül. 2012-ben értesítést kapott a család a Cseneszászétól, Bukarestből, az átvilágító bizottságtól, melyben a következőket írja. A dokumentáció alapján a Cseneszászé, az átvilágító bizottság megállapította, hogy Stélián konspirációs név azonos Barta Tibor személyével. Thank you.